Koldusból királynő. Talán adhatnánk valamit a lánynak, mi? Jaj, kérlek, apám, nem akarjuk, hogy ellustuljon, igaz? Kibírod, ha még egy kicsit később kapsz enni, nem? Nagyon jól jönne egy kis ennivaló. Már két napja semmit sem ettem. Látod, mit tettél most, apám? Teljesen jól volt, de most, hogy szóba jött az evés, már is éhes. Így elrontod az egészségét. Ilyen helyzetben élt a kis Gwen, aki szegénynek született. Egy szegény kereskedő talált rá az otthona lépcsőjén. Ő gondozta és táplálta legjobb tudása szerint. Gwen felnőve okos, fiatal lány lett. Szerette az apját, és az apja imádta őt. De az őket körülvevő szegénység miatt Gwennek az ország leggazdagabb, feltehetően nemes családnak kellett dolgoznia. Bár Gwen koldus volt, aki soha nem látott ilyen gazdagságot, soha nem ingott meg, és szorgalmasan dolgozott. Így történt egyszer, hogy Gwen a nemes családdal utazott, hogy segítsen nekik egy nagy esküvőn, a messzi nagyvárosban. Kocsis! Mennyi ideig tart, amíg elérjük a süvöltő erdőt? Estére ott leszünk, uram! Ne feledd, fiam, jó oka van annak, hogy süvöltő erdőnek hívják. Arrafelé banditák vannak, kirabolják a kocsikat. És tönkre teszik az árut. Nagyon kell figyelned. És persze, egy régi monda szerint, a süvöltő erdő nem engedi át az együgyű embereket. Ja. Ez őrületes, mi, apám? És ahogy leszállt az est, ez történt. Engedd el! Ez a köpeny többe kerül, mint amit egész életedben megkerestél. Pontosan erre számítottam, buta kis hercegem. A banditák elvették a rakományt. Az apának, a fiának és a kocsisnak nagyon kevés maradt. Várjunk, hol van Gwen? Jaj, ne! Azt hiszem, a gyermek megijedt. Csak remélni tudom, hogy nem szalad be a süvöltő erdőbe. De Gwen pontosan arra felé futott. Hát, jobb, ha nem méregetsz engem. Olyan fura érzésem lesz. Ó, bocsánat, te beszélsz? Ó, milyen okos vagy. Mondd, mit csinálsz te erre? Mert hogy 1000 évig tartott lenyugtatnom a fákat tegnap. Hát, a többiekkel együtt utaztam, aztán... Hangosabban. Én... Nem ettem semmit már 2 napja, így fáradt vagyok, izzadt és szomjas. A ló megsajnálta a fiatal lányt, és együttérző szívvel közeledett felé. Nézd,
A nyakamban van egy kulcs, vedd el és érintsd hozzá az öreg töltyfához. Mindent megkapsz, amire szükséged van. Gwen habozott megtenni, de fáradt volt. Amint hozzáért a fatörzséhez a kulcssal, megjelent egy ajtó, és aztán egy asztal megrakva minden jó falattal és frissítő itallal. Mielőtt a ló elmagyarázta volna, Gwen már nyakig benne volt az ételekben. Hát, rendben. Akkor békén kellene hagynom téged. Bocsánat, de tényleg éhes voltam. Miért segítesz egy olyan koldusnak, mint én? Koldus? Nem, te sokkal bátrabb vagy egy koldusnál. És én mondjuk tudom, milyen egyedül lenni. Aha. Így kezdődött Gwen és a rejtélyes ló csodálatos barátsága. A ló bemutatta Gwennek a fákat, akik valójában mind a barátai voltak. Jaj, köszönöm. Kérte is? A rejtélyes ló megkedvelte a fiatal lányt, aki nagy lelkű volt és kedves. Gwen soha nem volt még ilyen boldog. A rejtélyes kulcs mindent megadott neki, amire szüksége volt. Ételt, menedéket az esőben, forró csokit hideg éjszakán, és puha ágyat. De egyik este a lány látta, hogy a ló a fákra bízta őt, majd elment valahová. Gwen úgy döntött, hogy csendben követi. Mit csinálsz te itt? Nem kellene itt lenned. Barátok vagyunk. Én mindent elmondtam magamról, de rólad alig tudok valamit. Ez nem ér. Mondd el nekem, hogy mit csinálsz itt. Ez az öreg boszorkaháza, Gwen. Ijesztő és veszélyes hely. Nála van valami, ami nagyon fontos számomra. Az ősöm aranygyűrűje. Csak egy gyűrű, de attól függ a létezésem. És még csak be sem mehetek érte. Csupán emberi külsővel lehet belépni a házba. És a boszorka várja, hogy az emberek belépjenek, csak egy emberi válaszra van szüksége. És aki válaszol neki, abban a pillanatban örökre az ő fogjává válik. Sok barátom próbált segíteni, de egy sem jött ki. Jaj, mit tehetnék még azon kívül, hogy itt állok minden este, és vágyakozom arra, ami jog szerint az enyém? Végül is csak egy ló vagyok. Ez butaság. Te nem csak egy ló vagy. Te bátor vagy, nagylelkű és érzékeny. Köszönöm, Gwen. Most mennünk kell. Nem akarlak felverni az álmodból. De Gwen már kitervelt valamit. A ház felé futott. Jaj, mit csinálsz? Gwen, gyere vissza, ne! A ló mód felett megijedt. Minden erejével vágtatott, hogy megmentse a nőt, akinek csodálatára érkezett. De a fák nem engedték. Elállták az utat. Parancsolom, hogy álljatok oldalra és engedjetek át. Ne álljatok ellen. Közben Gwen elérte a ház bejáratát. Az ajtó nyitva állt. Biztos a boszorka nyitva hagyta, hogy kintről könnyű legyen bejutni a házba. Ravasznak tűnik. Ez tényleg egy hatalmas ház. Csak megkeresem a gyűrűt, és már itt sem vagyok. Ki van ott? Úgy örülök, hogy valaki meglátogatott. Ez a régi ház már amúgy is egyre üresebb. Ó, egy fiatal lány. Milyen édes tőled, hogy meglátogatsz egy ilyen öreg asszonyt, mint én. Mondd csak, eltévedtél volna, és menedéket keresel? Egyedül jöttél erre a vidékre? Mi a neved, gyermekem? Gwen szó nélkül odament egy lezárt szobához, és kinyitotta az ajtaját. Mégis mit művelsz, gyermekem? Ugye tudod, hogy nem illik bemenni valaki házába bemutatkozás nélkül?
Olyan nehéz nem válaszolni. Gyerünk, Gwen, menni fog. Emlékezz, mi mindent megtett érted az a bátor ló. Várjunk, az meg mi? Egy kalitkába zárt madár volt, és a lábán volt az egyszerű gyűrű. Mégis mit bámulsz? Te nem vagy itt senki. Én vagyok az erdő asszonya. Hogy merészelsz nem tisztelni engem? Gwen csak nézte a kalitkát, majd jobbra pillantott és meglátott egy tál vizet. A boszorka megcsúszott a vizen, és nagyot esett. Gwen rögtön kiszabadította a madarat, és vele együtt elhagyta a házat. Hű, ez ijesztő volt. Hol van a rejtélyes ló, és hol van a madár? Ekkor a Gwen mögötti fa lassan lenyúlt ágaival, és megölelte őt, és az ágak lágyan átkarolták. Amint megfordult, Gwen meglátta, hogy a fa helyén már egy kedves nő állt. Megtörted a varást. Ha? A boszorka elátkozott minket. A süvöltő erdő Drikona királyságának dicső hadserege, Gwen. Legyőztük a boszorkát a csatában, és bosszút akart állni. Minket és a királyunkat elátkozott a boszorka. A királyt lóvá változtatta. Engem meg madárrá, amikor bementem a házba a gyűrűért. A lábamhoz kötötte, hogy soha senki ne találja meg. Mindannyian sokkal tartozunk neked. Köszönjük, hölgyem. Ló? Vagyis ő felsége? Ne, Gwen. Nem kell leborulnod előttem. Te tényleg egyedülálló vagy. A rejtélyes ló, vagyis a király, már szerelmes volt Gwenbe, és Gwen is rájött, hogy nem tudja levenni róla a szemét. A királyság várhat még 10 évet a királyára, nem probléma. Persze, már is mennünk kell a Drikonába. De mi lesz a boszorkával? Valaki mást is bántani fog. Nem, ez soha nem történhet meg. A teljes süvöltő erdő az enyém lesz. A boszorka bent ragad a házban. Ő sem jöhet ki onnan soha, és én sem engedek be senkit az erdőbe. Drikona királysága boldogan üdvözölte a visszatérő királyt. Mi több? Vele tartott együttérző királynéja, aki nem csak hogy életben maradt koldusként, de büszkén és tiszteletet érdemlően élte életét. Gwen meghívta apját és a nemesi családot is, de mondjuk már egyáltalán nem voltak gazdagok. A boszorka pedig az maradt, aki volt. Az erdő asszonya. Csak mese.